alattam szól a srami zene, és nem tudok olyan hangosan beszélni, hogy elnyomjam itt a háttérzenét. A mai nap talán alkalmas lesz arra, hogy itt a forradból főzés hangulatát egy kicsit emelje. A meteorológus kollégák azt mondják, hogy estére, ha szeretnék van, akkor egy kis havazás is meglep minket. Hát legyen igaz, bár nem nagyon szoktak a felizadálat hírében lenni mostanában ezek a szakma képviselői. A mai napról annyit kell tudni, hogy 3 óra után, 3 óra félig magasságában kezdenünk el zsűrizni a nőzeteket, mert ahogyan látom, itt valaki még most készülődik, valaki már kicsit előbbrébb van, különböző lépéseket már megtettek. De az a kérésem a csapatokhoz, hogy úgy próbálják irányítani a főzést, hogy az 3 óránál előbb ne készüljön el, mert akkor valaki még sehol se lesz, a másik csapat meg már lehet, hogy üres edényekkel fog bírni. Tehát ezt a 3 órát próbálja belőni mindenki, hogy 3 órára készüljenek el a főzetek, és akkor onnantól kezdve elkezdődne az értékelés. Technikai információ, hogy a tavalyi évben, meg az előző évben is készültek már a forradból főző versenyre bögrék. Ezek most is megtörténtek, 500 forintos darabáron itt a társalgó épületében megvásárolhatóak háromféle színben. Én azt gondolom, hogy most egyelőre más információ nincsen. A verseny menete hasonlóan fog működni, mint az elmúlt 3 évben, 4 évben. Most is készültünk egy tesztkérdés sorozattal. Ugye a tavalyi évben meglehetősen nehéznek gondolták a csapatok a tesztkérdést. Az idei évben a professzorok Batthyány körét kértük meg, hogy állítson össze egy egyszerűbb kérdéssor. 30 plusz egy kérdéssel lehet majd gondolkodni. Kicsit földrajzi, kicsit poros, kicsit kulturális. Szóval hasonló szintű, mint az előző évben, de hát ahogyan akkor is megoldották, bízom benne, hogy most is sikerülni fog el feladatot meglépni. Én mindenkinek kellemes időtöltést kívánok, jó szórakozást és kellemes együttöltött időt, érezzék nagyon jól magukat. Jó munkát kívánok! Elérkezett a teszt írásának az ideje. Arra kérnék minden csapatból egy képviselőt, hogy jöjjön ide hozzánk, és akkor adnánk a tesztlapot, és adnánk hozzá író alkalmatosságot is, és akkor nem kell senkinek sem keresgetni. 31 kérdés van, az a kérésem, hogy az utolsó oldalon van egy táblázat 1-27-ig, sajnos a maradék 4 számnak a rubrikája lemaradt a szerkesztésnél, hogy az ugyanúgy legyen oda feltüntetve. Ezt azért kérem, mert a javításnál egy kicsit gyorsabban menne, hogy javító kulcs alapján akkor tudjuk javítani. Tehát 31 kérdés van, A, B, C válasz a lehetséges. Azt szeretném mondani, nincsen felírva a tesztlapra, de csak egyetlen egy helyes megfejtés van. Tehát vagy az A, vagy a B, vagy a C megfejtés a megfelelő. Mindenkinek jó szórakozást kívánok a teszt elkészítéséhez.
te hosszú fekete hoj, de sugár ez a csaj. A helyes megfejtés a Szent Család járás volt, és a helyes megfejtő pedig Farkas Tibor, Monostorapáti, Rákóczi utca. Gratulálunk, és most pedig a boroknak az értékelése következik. Oklevelet és díjat az első helyezettek kapnak, és a második, harmadik helyezetteknek is a nevét látjuk. És 2018-ban fehér bor kategóriában első helyezést ért el a Macskadombi Cicák. Első helyezett lett vörös bor kategóriában a Csak Csajok csapata.